csomagolás talán nem véletlenül az 1980-as évek VHS akciófilm videókazettáit idézi föl. Azonban a lengyel nyelv alapján sejthető, hogy ez nem a Terminátor 26. része, hanem egy gumilövedékes revolver van a dobozban. Klasszikus mondás, hogy magyar-lengyel két jó barát, együtt vív és issza borát, de ez esetünkben úgy módosítandó, hogy két jó barát és ugyanúgy szívnak, ugyanis náluk is tilos az egybeszerelt lőszeres gumilövedékes fegyver, és ők is ugyanarra kényszerülnek, mint mi, hogy a gumilövedéket előről tunkolják be a fegyverbe, és hátulról tegyenek bele riasztó történt. Tehát ez egy lengyel gyártmányú fegyver erre a technikai megoldásra, a Mateja cég által gyártott shotgun. Lövedék elkezdése. Azonban, hogy a lengyel barátaink már még nagyobb legyen a szívás, mint nálunk, 17 zsúlban van ezeknek a fegyvereknek a torkolat energiája korlátozva, egyébként ez nem túl jól olvashatóan, de bele is van nyomva a csőbe. Itt. Emiatt a kb. 10,5 mm-es gumilövedéknek a kilövésére csak 6 mm-es tartatlant használnak, nem pedig a nálunk megszokott 9 mm-est. Ott van 5 lövés single actionben. Revolver egyébként 6 lövetű, ugye a gumilövedéket azt szemből kell betölteni a dobba, gyakorlatilag kézzel nagyon könnyen megy. Itt van még egy távtartó, úgyhogy itt ennyi, kézzel be tudom tölteni. Jó bele egyébként a nálunk alkalmazott 10 mm-es lövedék is. Ez egy kicsit ugye durvább megmunkálású, mint a lengyeleknél használt Umarex féle kb. 10,5 mm-es, és kicsit kevésbé szorul a töltényűrbe, de ugyanúgy működik vele. Hátulról pedig 6 mm-es riasztó töltényt lehet betölteni. Ugye az Umarex félével körülbelül olyan 9-12 joule, átlag 10, az RVS-sel pedig ez a 15-17 joule-os mezőnyben van a fegyver. Jól ismert 1240 g-os tojás konzerv, tele. Megnézzük körülbelül 2 méterről milyen kis benyomódásokat fog hagyni a 17 zsúl. Tehát ennyit tud a 17 zsúlos 10,5 mm-es gumilövedék RVS riasztó történje, tehát ez a körülbelül 17 zsúl. Ennek a shotgun fegyvernek ez a maximuma. De mondjuk így az ujjamat ide téve, valamennyire ez is fájhat azért. Tehát a teszt során egyébként szerieres bellot, Umarex és RVS 6 mm-es tartpatron fogunk majd használni. A fegyveren egyébként működő ejektor van. A 17 zsúlból meg a 6 mm-es tartpatronból adódóan maga a fegyver sem éppen a fegyvertechnikának a csúcsa, de azt is tudomásul kell venni, hogy nagyon olcsó. Ez a fegyver a lengyeleknél kevesebb, mint 25 ezer forintba kerül kiskerben. Emiatt ugye teljesen spiáter építésű, acélból gyakorlatilag a kakasba épített ütőszeg van, ami ugye mivel peremgyújtásra történik egy ilyen lap formátumú. A kakast egyébként csavarrugó mozgatja, DA és SA az elsütőszerkezet, egyébként egész használható sütéssel, még egy női kézben is elsüthető. A dobnyitás az pedig így történik, hogy ezt előre húzzuk és kinyitjuk. Visszafele, becsukáshoz megint kihúzzuk és bepattintjuk. Nézzük meg a leggyengébb kombinációt most a fegyverből. Az RVS helyett szellérés belott riasztó és csak 10 mm-es magyar gumilövedék. Tehát ezt csináltuk a gyengébb szellérés belott riasztóval és 10-es gumigolyóval, és ugye ez volt az előző 10,5-es gumigolyó RVS riasztóval. Olyan orbitális különbség nincs. Külsejét tekintve viszont lekoppintották a német M38
Magnum, illetve Packet revolvereket. Egyértelmű, hogy a markolat formája, a cső formája erre utal, és emiatt aztán ez a hiába hatlövetű, egy kisebb J-tok mérethez van inkább közel, tehát meglehetősen kompakt. A revolvernek a csövében semmiféle akasztó nincs, egy sima 10 mm környéki furatú fegyvercsőről beszélünk. Itt van egyébként belőle egy vékony acélbetét, de ugye ez körbe van öntve a spiáter tokkal. És ami érdekes még, hogy ennek a csőtorkolatában van egy menet, amiben egy acélból készült rakétalövő toldatot lehet betekerni, és akkor ugye ha nem töltünk gumit, hanem csak riasztó történt és jelzőrakétát, akkor egy teljes értékű gázriasztó rakétázó revolver. Most pedig egy lezúzás, hat lövés RVS-sel. Azért ez valószínűleg elvenni a kedvét bármitől. Tehát Zoraki 906 és vízzel tele konzervdoboz 2 méter. Tell me baby, cause I need to know now just because my lonely. Mint látható, a revolvernek, hogyha kicsit hátrahúzom a kakast, akkor szabadon elforog a dobja. Mint olcsó riasztó fegyver, ezen sincsen dobarretálás, tehát mondom, hogy műszakilag végtelenül egyszerű. Ehelyett ide az egyik töltényűr furat mellett van egy bemarás, és oda lehet szépen visszaengedni a kakast, és akkor az gyakorlatilag egy biztonsági állásként nem engedi mozogni a dobot, és onnan lehet lőni. Lengyel gyártmányú Mateja Start cég által gyártott shotgun. Ez a magyar jogszabályok szerint egyébként muzeális fegyverként lett besorolva, mivel nincs a csövébe akasztó, bár riasztó történjen működik. A lengyeleknél egyébként, mint látható, ez zajkeltés, tehát riasztásra, oktatásra, tehát kutyakiképzésre, önvédelemre és jelző fegyverként is használatos. Itt az eredeti lengyel nyelvű használatos utasítások.